Emlékezzünk meg azokról a volt pedagógusokról,
iskolai dolgozókról és tanítványokról, akik ma már nem lehetnek közöttük. A mai nap egész nap átadja a múlt, jelen, jövőességet. A pedagógusok, a tanítványokkal és a szülőkkel közösen sokat tettek azért, hogy kialakuljon iskolánk jellegzetes arculata, melyet a múlt és a jelen nemzedéke épít a jövő számára. Fogadják szeretettel műsorunkat, melyre nagy lelkesedéssel készült iskolánk valamennyi tanulója és pedagógusa. Hallgassák meg tantestületünk köszöntő dalát. A sorsunk ide föl,
Csíkzenekar dallamára az általunk írt szövegű éneket hallhatták. Iskolán elmúlt 40 évének történetét Dudás Kolya tanítónő szedte csoportba, aki 1985 óta dolgozik ebben az intézményben, így az ő szájából hangzik a leghitelesebben, hiszen szinte első kézből tud iskolán folyamatos változásairól beszámolni. Kedves ünneplő közönség, drága tanítványaim, munkatársaim, kollégáim és vendégeim, akik megtiszteltek minket és eljöttek, hogy velünk ünnepeljék ezt a kerek évfordulót. Milyen megérintett és hálás vagyok, hogy az iskola rövid történetének bemutatására engem kértek fel. Akik ismernek engem, tudják, hogy most nem egy száraz időrendi felsorolásra kell számítani. Ne kívánja tőlem senki sem, hogy ebbe belekezdjek, mert akkor még holnap este se lenne vége az ünnepségnek. Inkább a szívemről beszélek. Teli vagyok érzelmekkel, emlékekkel, hisz az iskola eddigi története az én történetem is. E falak között értem le közel 40 évet. Ez az épület a második otthonom, ezek a falak idézik meg azt a fiatal, önbizalommal teli végzős főiskolai hallgatót, aki belépett ide, és már néhány nap múlva eldöntötte, hogy itt a helye, és nyugdíjas koráján itt szeretne dolgozni. Úgy tűnik, ez már így is lesz. Az intézmény 1983-ban kezdte meg oktatónevelő munkáját. Először az eredeti színe alapján a Piros Iskola, valamint a Bakóti Iskola néven emlegették a városlakók. Ám soha nem volt így. Az eredeti tervek szerint a főbejárat valóban a ránk merőleges Bakóton lett volna, de aztán ezt megváltoztatták, és a mostani, de akkor még Bojti főútra elhelyezték. Így lett a nevünk Bojti Főúti Általános Iskola. Én először 1984-ben léptem be ide gyakorlósként. Középiskolás koromtól ismertem jól az első igazgatót, Kelló Józsefet, akinek még először iskolájában wifi vezetője voltam, már akinek ez a szó még mond valamit. Jóska bácsi akkoriban, amellett, hogy iskolai igazgató volt, az ózdi sportélet meghatározó személyiségének irányítójának számított. Méltán vált később Ózdváros díszpolgárává. Torna terünket is róla neveztük el. Demokratikus vezetése humora áthatotta az egész iskola életét. Főiskolai hallgatóként ide belépve megcsodáltam a tisztaságot, a csillogó ablakokat, tiszta tantermeket. És most innen széttekintve boldog vagyok, hogy eljöttek, és újra látom azokat, akiknek szorvos kezemunkája tette ezt akkor olyanná. Az akkori technikai dolgozókat, akikkel sok éven át együtt dolgoztam. Köszöntelek benneteket! Mint említettem, önbizalommal telekeztem meg gyakorlatomat, és első pályakezdő éveimet. Azt hittem én már mindent tudom. Hát itt szembesültem vele, hogy dehogy. Az igazi szakmát, az alázatot, a hivatástudatot tőletek tanultam meg, kedves, megérdemelt nyugdíjas éveiteket töltő kollégáim, számomra ikonok, és ott a középső sorokban helyezkednek. Hálás vagyok, hogy eljöttetek. Mindig mosolyogtatok, biztattatok, óráitokra beengedtetek. Köszönöm, hogy tanulhattam tőletek. Csorgódikban a szívem az irántatok való hálával. Legyetek még közöttünk sokáig. Teltek múltak az évek, elértem azt a kort, amikor már én adhattam át a tudást. Megszámlálni nem tudom, hány főiskolai hallgatónak segíthettem.
Büszke vagyok arra, hogy közülük 2 évek óta az iskolán dolgozója, kollégáim, és most szeretném nevesíteni is őket, Pásztor Szilvi és Bartók Anita, akikben a régi önmagamat látom. Amellett, hogy kiváló pedagógusokká váltak, viszik a hátukon az iskolát, előfelül teljesítenek. Legyetek még sokáig ilyenek. Visszatérve az iskola történetére, Kerló Józsefet Bellér Béla Zoltánné váltotta fel az igazgatói székben. Az ő ideje alatt teljesedett, alakult ki az a hagyományrendszer, amit a mai napig ápolunk, és amikre büszkék vagyunk. Ekkor változott Metszis Anánk neve is. Felvettük a Bolyokból származó egervári hős Bolyki Tamás nevét. Felkértünk egy festőművészt, hogy készítse el az ő arcképét, amelyhez az idős leszármazottja Bolyki Pista bácsi modell, és azóta is itt látható emeletünkön, és minden a ballagáson megkoszorúznak végzős diákjai. A 2000-es évek után Kovács Otto igazgató úrtól az oktatásban akkoriban történt változásokhoz, megújulásokhoz való alkalmazkodást tanultuk. Az ő ide alatt lettünk innovatív, megújulásra fogékony iskola. Változást követett pályázatok után pályázatok. Először ökoiskola, majd köznevelési típusú sportiskola lettünk. Helyet adtunk egy miskolci művészeti iskola kihelyezett tagozatának. Működtünk, bázisiskola, lettünk a boldog iskola. Vagyunk a zeneiskola kihelyezett tagozata néptáncosainkkal, és legutóbb aktív iskolává váltunk. Az idei tanévtől Otto bácsi nyugdíjazása után Éliás Júli Anna viszi tovább a stafétát. Milyen tudja elődeinek, hiszen legfontosabb számára is az iskola, az iskolai oktatónevelő munkánk színvonalának és színes gyermekközpont milliójének megőrzése. Ha most megkérnének, hogy egy szóval jellemezzem az iskolánkat, azonnal azt a szót mondanám, hogy túlélő. Hogy miért? A 40 év alatt voltak itt bombariadó, betörés sorozatok, olyan vihar, ami felcsavarta a tornatáron tetejét, mint a konzerves doboz, takarozás, ablakberácsozás, nyílászáró csere, csőtörések, iskola összevonástól való megmenekülés, COVID, legutóbb a gázvezetékekkel való súlyos problémák, ami szintén az iskola lépít. És ez még csak egy rövid felsorolás. Mindent túléltünk, de visszük, csináljuk, mert ez az iskola fontos nekünk. Csodálatos gyerekeink vannak, és mögöttük jó néhány bennünk bízó és minket támogató szülő. Én már a következő tanév után búcsúzom. Ez volt az életem, de remélem én azért tovább élhetem. Nehéz lesz nélkületek. Az elmúlt közel 40 év alatt egyszer sem jutott eszembe, hogy munkahelyet váltsak, hogy itt hagyjam a titeket. Szívemben őrzem a Bolyki évtizedeket. Végezetül boldog szülinapot mindenkinek. Hajrá, Bolyki! Hajrá, Bolyki! Megy ez együtt is, gyerekek? 3-2 Köszönjük Ibolya tanítóméni gondolatait, amivel lehetővé tette, hogy jelenlegi tanulói még jobban megismerjék intézményünk módját. Elsőként szeretettel hívom a színpadra Kovács Otto urat, iskolán nyugalmazott igazgatóját, hogy ossza meg velünk gondolatait. Örökségünk és hagyományaink, kultúránk és erényeink ismerete, szeretete nélkül olyanok vagyunk, mint egy fa,
gyökerek nélkül. Józsa Juditnak, a magyar kultúra lovagjának, a korondi származású kerámiaszolgásznak szavaival köszöntöm ünnepségünk minden részvevőjét. Kicsiket és nagyokat, az együtt ünneplő gyülekezetet. Judittal iskolám tanulói és tantestületünk is személyesen találkozott már, hiszen a Magyarok Nagyasszonyai című kiállításának megnyitóján az olvasóban tanulóink és néptáncosaink is szerepeltek. A tantestület 2012 adventjében vendégül látta Judit tantestületünket budapesti galériájában. Sokan mondják, átutazó vagy tartósan velünk haladó emberek egyaránt, hogy a Bojki Tamás általános iskolának varázsa van. Azt mondják, aki ide egyszer beteszi a lábát, nem, vagy csak nehezen szabad. Sőt, magukkal vonzanak még sok jó embert. Párjukat, gyermeküket, ismerősüket, akik mind-mind segítenek bennünket céljaink megvalósításában, küldetésünk teljesítésében. Az a varázsunk, hogy az iskola a gyerekek élete iránt mélyen elkötelezett pedagógusok, munkatársak, szülők és partnerek vesznek bennünket körül. Csak is így, ennek a példás összefogásnak, együtt gondolkodásnak köszönhető, hogy egy nagy család is tagjaként is szépen, eredményesen tudunk dolgozni. Büszke vagyok arra, hogy ilyen kiváló intézménynek lehettem a vezetője. És ezt az érzést köszönöm mindannyiunknak. Kedves ünneplők! Emlékezni jöttünk ma, sok szép pillanatot, szavakat, mondatokat, gondolatokat, zenét és táncot befogadni. Lelket melengető érzéseket közösen átézni. Kívánom, hogy így legyen. Nagyon sok gondolat, érzés fogalmazódott meg bennem is intézményünk múltjával, jelenével és jövőjével kapcsolatban. Nyilván e beszéd sem adhat teljes képet az eltelt időszak iskolai történéséről, közösségi és egyéni sorsainak alakulásáról. Nekünk tanároknak és nektek diákoknak is követnünk kell az előttünk járni. Nem feltétlenül hatalmas teljesítmények végezvételével, hanem inkább abban, hogy a ránk bízott időt, életünk egyik legnagyobb és legtitokzatosabb kését jól használjuk fel. Iskolánk minden tanulója viseli a közös jelképet, a jelképet. Sokan bátran felvároljuk a magyar viseletet is. Messziről jött ember számára így egyértelmű az üzenet, mi összetartozunk. Hangos Béla azt mondja, a nagy örökség egyúttal kötelesség. Nehéz helyzet csak ott támad, ahol az ember kötelességét megtagadja. Kultúrában szület nem csak annyit jelent, hogy élvezni a kiváltságokat, hanem annyit is, hogy előkészíteni az utódok kultúráját. Vagyis az utódok kultúrájának előkészítése közös feladatunk, mindannyiunk felelőssége, hogy a jövő nemzedék hogyan beszél át és adja tovább. A nagy kultúra egyúttal nagy kötelesség. Ha a mai évfordulók a jövőről is gondolkodunk, azt mondhatjuk, hogy továbbítani és fenntartani egy iskolát a hagyományok továbbvitelével és a változó igények figyelembe vételével. Köszönettel tartozunk a Bojküz szülőknek és a szülői szervezet vezetőinek azért az odaadó munkáért, amelyel pedagógiai tevékenységünket, innovációs folyamatainkat támogatták. Ez az erős szülői háttér is komoly szerepet játszott az iskola jelenlegi pedagógiai rendszerének kiépítésében. Köszönöm kollégáimnak, hogy 40 évvel ezelőtt vállalták egy új intézmény alapításának keserves, gyönyörű feladatát. Remélem, lesznek utódok, lesznek folytatók, akik nagyobb térben, hosszabb időben és további sikerekkel követnek minket. Remélem, lesznek, akik emlékeznek majd kedvenc idézetemre, melyet Kodály Zoltán fogalmazott meg. Csak boldog gyermekekből lehet boldog felülni.
Csak boldog felnőttekből lehet boldog ország, e boldogság kulcsa pedig a pedagógusok kezében van. Mikor, mitől lehet sikeres és hiteles bármelyik szervezet? A minőségfejlesztés kulcsmondatában tudok erre a kérdésre válaszolni. Az iskola és annak vezetője azt mondja, amit ígér. Felmerül a kérdés, milyen iskola is a miénk. Hiszen tudom, hogy értékes, nyitott intézmény volt mindig, és ma is az. Tartalmi gazdagsággal, sokszínűséggel, az újdonságok iránti fogékonysággal, igényességgel, komoly követelményrendszerrel felmérkeznek. Ezt bizonyítják a régebbi növendékek életpályán. Bojki iskola padjairól kikerült diákok az élet minden területén megállják a helyüket. Számos volt diák ismert és sikeres lett munkájában, családi életében. Nem csak itt a szűkebb körzetünkben, hanem az ország, sőt a világ távoli pontjain is találkozhatunk. Az iskolai élet legfontosabb kérdése, honnan, hová? Honnan adott? A mögöttünk lévő múlt. A hová kérdésre a választ egy Facebook bejegyzésben találtam meg. Nem az a dolgunk, hogy megtanítsuk gyermekeinket szembenézni egy kegyetlen és hívtelen világgal. Az a dolgunk, hogy olyan gyerekeket neveljünk, akik kevésbé kegyetlenné és hívtelenné változtatják a világot. A József Judit szavaival, gondolataival kezdtem, felé szeretném befejezni. Csak rajtunk áll, tudunk-e lélekemelőt alkotni hagyományunkra. Kedves jelenlegi kollégáim, köszönöm minden munkatársamnak, pedagógusnak, pedagógiai munkát segítőnek, technikai dolgozóknak, akik néha szinte előfelül időt, fáradtságot nem kímélve mindent megtettek azért, hogy méltóképpen megemlékezzünk iskolánk jubileumára. Kedves meghívott vendégek! Kívánom, hogy őszinte örömmel ünnepeljenek, érezzék magukat jól, újra otthon, itt a Bojkival. Megosztom önökkel. Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő között.
és hogy ennek a hídnak a pilléreibe beleépítsen mindent, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes. Valóta Vas Albert. Mindannyiunk dolga a hídépítés, de meddig ível visszafelé ez a gondolati építmény, melynek egyik hídfője a múlt. Attól függ. Attól, hogy mit tartunk fontosnak az elmúlt időből, minek van számunkra még most is üzenete, mi érint meg, mi gazdagít, mit tesz bölcsebbé, mit tesz előrelátóvá. De akinek van egy másik pillére, és ez az itt és a most. Igen, hídépítés közben rajta járva álljunk meg egy-egy pillérnél, mely segít utat mutatni, s további hitet és erőt adni a folytatáshoz. Most egy 40 éve lerakott hídfőig tekint vissza a Bojti Általános Iskola. Felidézik a jelenlegi iskola lakói mindazokat, akik részesei voltak a 40 évnek, akik mindig többet és többet akartak tenni az intézményért, az idejáró gyerekekért. Emlékezzünk az iskola alapítójára, az egykori igazgatóra, akik megteremtették azt a szellemiséget, amit a Bojti suli ma is övez. Emlékezzünk a végzett diákokra, akiknek a jövőjét, az életben való boldogulását itt alapozták meg. Akik akár elhivatottan terveznek, építenek, gyógyítanak, tanítanak, vagy egyszerűen a mindennapi munkájukkal, választott hivatásukkal megalapozzák az iskola jó hírnevét. Éppen ezért köszönhet mindazon mindenkori vezetőknek, pedagógusoknak, akik követhető és követendő mintát adtak. A minta, ami a gyerekszeretetből, szakmai alázatból, a csillogó tehetségeket inspiráló biztatásból, a gyermekek szülei felé értő meghallgatásból és a folytonosan újjászületés képességéből áll. Köszönet mindazoknak, akik részesei vagy részesei voltunk az iskola 40 évének, és meghajtom fejem mindazok előtt, akik még mindig többet akarnak annál, amit az adottságokból megvalósítani lehetett. A számomra az intézmény egyik példaképen, itt ül a sorokban, soha nem titkoltam intézmény fenntartóként, nagy ikon a számomra, és én azt hiszem, nem csak a Bojti iskola lehet büszke volt igazgatójára, hanem a város is. Kovács Otto egy olyan mintát adott valamennyiünk számára, emberségből, alázatból, hivatástudatból, következetességből, amely követendő példaként kell, hogy álljon az intézmény előtt. Én köszönöm igazgatónak, amit az elmúlt években kaptam, mert régóta ismerik egymást, és a szakmai alázatot azt tőle tanultam. És mintaként én szeretném továbbadni a tisztelt kollégáim belül is. A Bojti Általános Iskola értékét, ami már mondtam, a benne tevékenykedő mindenkori pedagógusok és diákok értéke határozta meg. Én kívánom, hogy ez elmúlt 40 évből merítve, az elkövetkező években, évtizedekben az iskola értéke tovább növekedjen. Nagy tisztelettel fejezem ki köszönetemet a mindenkori igazgatóknak, az intézmény jelenlegi vezetésének, az áldozatos munkáját, pedagógus kollégáinknak, a szülőknek az iskola felé nyújtott jobb kezet, és gyerekeknek mindazokat az értékeket és eredményeket, amelyeket a Bojti suli ebben a városban, ebben a megyében, és remélem az országban is a Bojti iskolává teszi meg. Boldog születésnapot kívánok, Bojti iskola! Gróf Széchenyi István gondolataival köszönöm meg, megtisztelő figyelmet és hogy itt lehettem. Tisztelt a múltat, hogy értesd a jelent, és munkálkodhass a jövőben. Még egyszer, Isten értessen benneteket! Tartsa meg mindenki beszélét.
Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek és meghívtak erre a mai eseményre. Tisztelt tankerületvezető asszony, tisztelt igazgató úr, igazgató asszony, kedves vendége. Amikor belépek egy iskolába, mindig előjön belőlem az igazi gyermek én. Hiszen nehogy azt higgyétek, hogy mi felnőttek mások vagyunk, ugyanolyan gyermekek vagyunk legbelül, mint ti, csak már tapasztaltabbak valamennyivel. És amikor ide a bolygóba belépek, akkor mindig eszembe jutnak a saját iskolás éveim is, aminek meghatározó figurája volt Kovács Otto igazgató úr, aki már párszor hallotta tőlem, mert mindig felemlegetem egy-két történetünket, hiszen nem voltam egy jó gyerek általános iskolában. Neki köszönhetem, hogy aztán valami csak tett belőle. Annak idején mindig hétfőn voltak hirdetések, amikor elmondta igazgató úr az iskola híreit, éppen aktuális cselekményeit, és hát a legrosszabb időszakomat hetedikesként éltem. Hol vannak most a hetedikesek? Kezed fel. Jó, legyetek. Ott is értettük. Sziasztok. Én 7. D-s voltam, és mindig azzal kezdődött az igazgatói kihirdetés, hogy a 7. D-osztályban Janicsak, Horváth, Ranovics, Pálovics, igazgató úr biztos, hogy tudja még az öt nevet fejből, elmondta, hogy éppen milyen rosszaságot követtünk el azon a héten. Na hát, egy ideig mosolyogtunk rajta gyerekként, hogy hát igen, valamit csintettünk. Aztán egy idővel már sok volt, aztán megpróbáltunk inkább jót tenni. És igazgató úr amellett, hogy le is teremtett, ha kellett, meg is védett. Sajnos volt rá példa, hogy meg kellett védeni. Volt, hogy nálunk erősebb gyerekektől kellett megvédeni, ő mindig kiállt mellettünk, gyerekek, szülők, tanárok előtt is, mert mindig az volt a legfontosabb számára, hogy a diákok, a gyerekek megfelelő körülmények között tanulhassanak és szívhassák magukba a tananyagot és a nevelést is. Hiszen egy iskola nem csak arról szól, hogy megtanuljunk a leckét. Egy iskola arról szól, hogy nevelődünk. Idegen szóval szocializálunk. Ugyanis látható itt is elsősöktől 8. osztályos diákokig, hogyha belegondoltok, életeteknek a legnagyobb egy helyen eltöltött részét, munkahelyeket leszámítva, de abban már nem is biztos, hogy valaki 8 évet egy helyen el tud tölteni, a legtöbbet az általános iskolában töltitek. Épp ezért nagyon fontos, hogy mi történik itt. Milyen közösség van itt. Milyen oktatók, pedagógusok, tanítók, tanárok vannak veletek. És én azt gondolom, hogy ebben az iskolában, aminek már 40 éves története van, történelme van, hiszen számunkra, fiatalok számára ez már inkább történelem, egy olyan bázis, egy olyan alap ez az iskola, ami mindenki számára a legmegfelelőbb, a legcsaládiasabb környezetet tudja adni. És miért is fontos, hogy családias legyen a környezet? Hiszen nem csak életetekben töltitek el itt a leghosszabb időt, hanem ha belegondoltok, a napjaitokban is. Hiszen annyi óra van, annyi időt kell az iskolában tölteni, hogy az évben töltött időtöknek a legnagyobb, de legalább fele arányban a legnagyobb részét itt töltitek az iskolában. Második családotok lesz ez a közösség. Az osztálytársaitok testvéretekké, barátaitokká válnak. Tanítótok, tanáraitok, szüleitekké válnak valamilyen szinten. És én azt gondolom, hogy egy jól működő közösségben, mint amilyen ez az iskola is, ez hatalmas eredmény és hatalmas áldás mindenki számára. Hiszen itt tanuljátok meg mindazon alapokat, és vértezitek fel magatokat mindazon képességekkel, amiket majd később a középiskolában és az egyetemen, vagy bármilyen szakmát megtanulva az életben alapként magatokban hordozzák. És a legfontosabb az alapnak a jó kiépítése, mert hogyha stabil az alap, tudjátok, egy házépítésnél is, akkor biztos, hogy stabilabban fognak állni a falak és a tető. De hogyha az alap bizonytalan, akkor hiába építik meg rá a legszebb tetőt a világon, előbb-utóbb össze fog omlani. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy a nagy múltú 40 éves iskolában, azoktól a pedagógusoktól, akik szívvel, lélekkel tanítanak benneteket és nevelnek benneteket, szívjátok be mindazt a tananyagot, amit átadnak számotokra, és mindazokat a nevelő szavakat, gondolatokat, amivel nevelnek benneteket. Én vagyok rá az élő példa, hogy ez lehet sikeres, mert középiskolában már jó gyerekké váltam, köszönhetően igazgató. De itt van
város tanárunk is, aki el tudnám mondani, hogy micsoda rajzórákat folytattunk együtt, legszívesebben kivertem az osztályteremből, aztán mégiscsak sikerült jó útra térni. Én azt kívánom mindenkinek, hogy legyen sikeres az általános iskolában, legyen szeretetteljes körben a diáktársaival, tanáraival, hogy ez az alap, amiről beszéltünk, az a legbiztosabb legyen életetekben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Boldog születésnapot!
Köszönjük. Felkérem Kellóné Mezőkúri Márta képviselőasszony, volt kollégánkat, fáradjon a színpadra, és mondja el nyugató szavait. Tisztelt polgármester úr, egyik asszony, igazgató úr, kedves gyerekek! Azt hiszem, hogy olyan sok mindent hallottatok már, olyan sok szép szót, kedves gondolatot, hogy azt hiszem, hogy én ezzel most nem fogok foglalkozni. Kicsit gyakorlatiasabb oldalát szeretném ennek az ünnepségnek megemlíteni. Amikor a 1980-as években épült itt ez a városrész, akkor senki nem gondolta volna, hogy egy iskola kevés lesz, így két iskola lett belőle. Mikor Hilda néni felkért engem, hogy mondjak pár gondolatot, akkor hirtelen azon gondolkodtam, hogy mit is tudnék mondani. Hát végeztük a dolgunkat. Tanítottunk, szépítettük az iskolát, és csináltuk azt, amit minden nap kellene. Aztán elővettem ilyen kis papírkát, és mégiscsak fölírogattam, ami úgy eszembe jutott. Egészen a kezdetektől. A régi pedagógusok között, akik 1983-ban kezdtünk itt, azok nagyon jól tudják, hogy amikor augusztusban bejöttünk az iskolába, akkor bizony nem ez a kép tárult elénk. Csupasz falak voltak, rengeteg munkás jött, ment, még akkor hordták be a székeket, padokat, asztalokat, hogy tulajdonképpen a gyerekek le tudjanak ülni. Nagyon sokat segítettek, még akkor a Farkasjuki bánya működött, a Farkasjuki bánya brigádja, vagy az ózdi kohászati üzemekből is nagyon sok férfi jött, hiszen mi tanító néni, ugye nem voltunk ahhoz elég erősek, hogy minden felszerelést behordunk. Csupaszak voltak a falak, most 40 év alatt gyönyörű sok szép tabló díszíti a termet, és bizony szépült azért az iskola. Régebben elkezdtük aztán a tanítást, és a Szent Simoni iskola, biztos a régi kollégáknak eszükbe jut, a Szent Simoni iskola is megszűnt, és ehhez az iskolához kapcsolódott. Aztán olyan sok gyerek lett az Újváros téli iskolában is, meg itt is, hogy tulajdonképpen ennyi osztályt nem tudtak elhelyezni, ezért itt az öregek fiatalok házában is nyílt egy osztály. Ott pontosan én tanítottam. Kicsit eleinte furcsa volt, hogy bejöttünk itt az iskolaudvarra, sorakoztunk, és akkor táskástól egy osztály szépen átvonult oda. Igen ám, de két év múlva megint túl sokan lettünk, és megint kettő osztálynak iskolán kívül kellett tanulni. Nem tudom, hogy a szüleitek esetleg biztos benne voltak ebben a két osztályban. Ez pedig, ha úgy mondom, hogy gólyafészkes óvoda, sok szülőnek lehet, hogy eszébe jut, jelenleg Zubor televíziónak van ott a kis műhelye vagy múzeumja, bizony abban a épületben volt kettő osztály, és mi minden reggel szépen ott kezdtünk, és a tanító néni hoztuk a dolgokat vissza aztán az iskolában. Utána csökkent egy kicsit az iskola létszám, és elkért itt mindenki. Én azt hiszem, hogy amikor az iskola megkezdődött, akkor is, és a mai napig is, nagyon jó kis közösség alakul ki. Ha akkor igazgatóval azt mondja, hogy minden tanítónéni éjfélkor felkel és csinál 10 fekőtámaszt, biztos, hogy mindannyian megcsináltuk volna. Én azt hiszem, hogy ez a kis közösség 1983 óta, akik itt tanítanak, tényleg szívvel lélekkel tanítanak. Nem hiába van a mai napig is az, hogy szinte majdnem mindenki a Bojki iskolába szeretne jönni, ide szeretné beiratni a gyermekét. Ez akkor is így volt, jöttek a szülők igazgatóbácsihoz, igazgatónénihez, hogy de én ehhez a tanító
Katalinhez szeretném a gyermekemet beiratni, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb elismerés. Amikor a szülő már úgy jelentkezik egy iskolába, hogy igenis, mert elismeri a munkáját, vagy tanította már régebben a gyereket. Nagyon sok szervezet segítette annak idején az iskolát az első lépésekbe. Nem tudom, mond-e valamit Éles József közlekedés rendészetnél volt ő vezető, ő például kismotorral, biciklikkel, mindenféle közlekedés rendészeti tanfolyamokat szerveztek, azután nagyon nagy sportélet volt, mivel ugye Nagyon József, mint igazgató, szinte a város sportéletét vezette, és itt az iskolában is ez természetes volt. De a pedagógus példamutatásról, amikor nekem ide jártak a gyerekeim is, és az unokáim is. És amikor az én unokám azt mondta, aki jelenleg NB1-es kézilabdás már 23 évesen, és azt mondja, hogy minden egyes mérkőzésre fehér zoknit kell venni. Mert itt Bence Tamás Tanár bácsi, Isten jutassa, ő már ugye elment fiatalon, Tanár bácsi azt mondta, hogy minden meccsen fehér zoknit kell. És annyira belenevelték ezt a gyerekekbe, hogy Tanár bácsi azt mondta, hogy így is kell lenni. Én itt tanítottam, a lányom is, a fiam is ide járt, és amikor otthon tanultunk, akkor mondtam neki, hogy magyaráztam a tananyagot. És akkor, anya, te nem jól tudod. Tanítónéni így mondta. Tehát ez is a tisztelet már eleve kisgyerekként is a tanár iránt, hogy igen, az én tanítónéni így mondta. És akkor ez így helyes. Te, anya, nem jól tudod. Mindegy, hogy én is azt tanítottam a másik osztályban, de hát ez így történt. Megemlíteném még azt, hogy nagyon sok sportesemény volt. Mivel Kerül József ugye vezette a város sport életét, ezért itt az iskolából is sportos iskolát csinál. Nem tudom, hogy biztos emlékeznek a szüleitek arra, rengeteget jártunk a stadionban, mindenféle diákolimpia volt, figyelte a gyerekeket, hogy fejlődnek, és irányt is mutatott neki. Én azt hiszem, hogy a csoportos labdajátékokban mindenképp meg kell említenem az előbb említett Bence Tamás Tanár bácsi, aki országos diákolimpián második helyezettig vitte az itteni gyerekekből összeálló kézilabda csapatot. Én azt hiszem, hogy ez mindenképpen nagyon fontos és dicséretre méltó. Igazgató választás. Amikor már Kernó József eléggé idős volt, akkor ismertek volt, akkor már én nem szeretett volna igazgató lenni. De hogy mennyire ragaszkodtak hozzá a szülők, aláírás gyűjtötte, petíciót mindenki, sőt a tanári karból is nagyon sokan, hogy igenis vállalja tovább az igazgatóságot. Nagyon toleráns és nagyon embercentrikus, gyerekcentrikus embervezető volt, aki nagyon imádta a gyerekeket. Én pontosan ezért az ő emlékét tiszteletben tartva alapítottam meg a Kerül József díjat azoknak a gyerekeknek, akik 8 évig, több évig az iskola vezetése eldönti, a 8. év végén ők részesüljenek pénzjutalomba és dicséretbe. Nagyon sok gyerek van, aki jó tanuló, jó sportoló, és általában ezeket dicsérik és jutalmazzák. Kerül József ő mindig olyan volt, hogy szerette a rossz gyereket. Rossz legyen, eleven legyen, mert az lesz jó sportoló. És én ezt a díjat azért alapítottam, hogy a nem olyan jó tanuló gyerek is lehet kiváló és jó sportoló. Én csak jó tudok mondani az itt eltöltött több mint 10 évre, és amit utána is tapasztaltam a gyerekeknek és a pedagógus kollégákkal, hiszen sok csintelést csináltak az én gyerekeim is, de az emberség mindig megvolt.
mint anya, talált a fiam egy kis cserebogarat tavasztal, gyorsan beletettük egy skatujába, ugye születve felvittek, előre nevett, rögtön elővette, milyen a bogár, rögtön kirepült, és nem az volt, hogy fúj, most adok neked egy igazgatóit, mert meg lett mondva, hogy nem cserebogarat, nem hozunk be az osztályba, de azért az az enyje-penye meg volt, de azért egy kicsikét toleránsabb voltak a gyerekhez, és bizony többet a fiam nem vitt be cserebogarat az órára. Én mindenkinek sok jót kívánok nektek, gyerekek, és legyetek büszkék arra, hogy ebbe az iskolába jártok. Köszönöm a régi kollégáknak is, hogy eljöttek, és egy kicsit majd beszélgetünk. Köszönöm szépen!
Bolondok tanárra nagyszerű zenei kíséretét. Nevelő-oktató munkám középpontjában a gyerekek állnak. Így volt ez az elmúlt 40 évben, és így lesz az elkövetkezendő 40-ben is. Szeretettel gondolunk vissza minden egykori tanítványunkra, és köszönetet mondunk mindazon pedagógusoknak, akik követendő mintát adtak számunkra. Minden olyan diákunkra roppantó büszkék vagyunk, akik az általuk kitűzött életcélok mellett kitartottak és megvalósították álmaikat. Életükről, tevékenységeikről, az aulában kihelyezett ismertetőkből bővebb információt is szerezhetnek. Iskolánk volt tanulója, egyik büszkeségünk, Kónya Boglárka szavalja el, Tompa Mihály, Mit kérek című versét. Kérem, fogadják szeretettel. Népek, századok
szeretek között megszűnt ez, jaj, kapni. Vérzeni. Betűt szültök, hogy abban, mint a félre, saját mocskába megteremítek. Az elv, a rendszerért élet halálra marjátok egymást, mint a bősz ebek. S mentő elvitátok mellett az emberiség romlik. Szenved. Kiáltatok, ti szentelen faj, mi földi istenek. Mi vagyunk sáfári az észnek. Sötéteiben fényű szövétnek. Minket kövessetek. S utána sok század óta az emberinek milliója buktácsol. Tévelyek. Mutassátok meg a sikert pár. Az ember most se jobb. Maradt a régi. Hajd a nyers bőrben, ma bársonyban. Egymást, mint a vadállat marja, tépi. És még akkor körben, s agyarból csupán melyen másnak álltott. Ma kiösülnék fegyverét, a százlétű csend, s álmokságot. A fenés kavat le kell metszened, nem használ a nagy balzsam s kenet. A megveszett föld tűzzel, vassal gyógyul meg egykor vagy soha. Nem jó volt az én kezembe a hatalomnak a valóság. Nem kérek én hírt s hatalmat. A hosszú élet mit sem adhat, nem kapok kincseken. Csak egy jó hatásom van. Ó, sors! Azt teljesíts nekem! Szeretnék én meghalni, és újra feltámadni, sok század múlva. Az éveknek sorát, melyek most életemre néznek, majd akkor élni át. Szeretném látni önfajom, hogy ennyi könyv, vér és jajon magának mit veszem? Mi vége lesz ezen veszett küzdés és hárításnak? Mi nő arca lesz a világnak? Túl egy évezreten? És nagyszerű eredményeket érnek el. Ebből szeretnék egy kis ízelítőt adni önöknek. Elsőként fogadják szeretettel a Vadszilvák gyermeknéptánc csoportot. Ők iskolák felső tagozatos tanulói, akik az Ózdi L.K. Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola vendégei. Most rábaközi táncokat látunk tőlük. Felkészítőjük Elekné Holló Hilda és Váradi Szabolcs. Előadásukat követően Benedek Amina 7. K-osztályos diák mondja el Tompa Mihály a Fecskéhez című költeményét, majd Demeter Orbel a 6. B-osztályos tanuló tolmácsolja Tompa Mihály a Fehér Lilió című költeményét. Mindkét szavalat közben Galambosi Bence 8. K-osztályos diákunk gitárkíséretét hallhatjuk. Felkészítőjük Pócos Lóránt. Itt akarsz, mi van már?
Mihályt a fecskéhez. El kiszálltak a kicsinyek, hűlt a fészek és üres. A vándorbadár magának utitásokat keres. Búcsút mond a távozóknak fennkerítő tábora, jó utat, de jó pálya, két vonó kis vándor. Egyfelé ratál a bunkat, mint a vendég, én is az. Tán te megtérsz, engem itt már nem talál az, mint az. Nem tudod, hogy ajkainak fel-fel csattanó dala, sokszor átadtál magának, s felgerültem általa. Most esengő beljességgel, nyájasan beszélgetél, majd a kémény szűk nyílásán kisuhantál, mint a szél. Rövid volt az ismerettség. Isten áldjon, kismadár! Elkísér szemem ködénnel, mint behúz a láthatár. Szállj, te boldog szárnyainál magzatiddal! Én helyett Isten tudja, hol találok, hogy ne rakjam fészkemet. Ah, pedig ki lenne párom, holtaidlan tiszta, hív, s magzataimnak édes anyja, megtalálta már a szív. És azért, bár volna szárnyam, nem repülnék én veled. Áld az Isten egy helyecskét, hol megrakjam fészkemet.
Iskolák nevelési céljai közül kiemelkedik a magyarság tudat erősítése. Ezért esett választásunk a Kiskata Zenekar Magyar Vagyok című dalára. Köszönjük szépen pedagógusaink nagyszerű előadását. A következőkben a játékkészítő zenész színdarab Álmod meg a csodát című betétdalát hallhatjuk a Cocktail Music Party Zenekar előadásában. Örömmel mondhatjuk el, hogy ők is iskolának volt tanítványai. A színpadon megjelenített sportágra ízelítőt adnak sportiskolai tevékenységünk sokszínűségéről. Büszkék vagyunk rájuk, hogy az oktatás mellett a szabadidős elfoglaltságainkkal is szép sikereket érnek el, ezzel is öregbítve iskolánk jó hírnevét. Yeah.
Thank you.
Kérem, hogy a zárszó után minden osztályban újjon el a neki kijelölt helyre, és fogyassz egészséggel a szülinapi tortát. Boom!